Krisztián, merre vagy? Sürgős dolgunk van! Szia, Máté! Elveszettem az uralmat. Máté, ki akar próbálni ezt az elképesztő jetpacket? Ugyanis az előző videóban meglett a lájkos kihívás. Úgyhogy, Máté, el szeretnék mondani valamit. Repülgessem, látlak, te körbarom! Jó, már hány ingert kaptuk, srácok? Az a lényeg, hogy most ebben a videóban kipróbáltad ezt az elképesztő jetpack. Jó van, na, akkor szállj lefelé. Máté, ahhoz, hogy kipróbáld ezt a jetpacket, ahhoz először... Szétrugdass az őrült! Ne, visszavonom! Jobbé! Nehogy véletlenül, oda repüljön. Na, Máté! Gránátom! Miért nem működik ez a fos? Na mi? Találkozunk a Motorcycle Clubnál. Let's go! Jó van, találkozunk a Motorcycle Clubnál, te gazdag senki házi. Nézzétek meg, milyen nagy képület! Nézd, én szeretem a régi kocsiaimat. Hello, srácok! Ez itt egy újabb GTA-s videó, és ebben a videóban azt fogjuk csinálni, hogy kipróbáljuk a Krisztiánnak a király jetpackjét, ami nem az enyém, hanem a Krisztiáné. De nekem is lehetne, de én nem vagyok olyan gazdag, mint a Krisztián, úgyhogy nincs. Természetesen megint éjszaka van, mert miért is, ne? Várjál, el kell mennem a Motorcycle Clubhoz, és be kell lépnem. Hogy Motorcycle Club vezető lehessek, mert csak akkor van ilyen menő dolog. Ja, de Máté, föl kell vennem. Mi? Föl kell vennem, amikor jöttem felé, akkor neki mentem háromszor sziklának, és szétment a jetpackem. És le kell szállnom vele. Ezt most nem adtam olyan te pancsa, de akkor ne elfele menjél már tőlem! Ja, mert te a másik irányba mész. Na, a király Ducodet! Ez mindig király. Ducodet. Hát igen, még kicsit nekem is meg kell tanulnom jobban irányítani azt a jetpacket, mert elég... Hát ez látszik. Elég nehéz amúgy irányítani, de amúgy nagyon fun vehicle. Szállj be! Szállj be, Chris! Akkor mehetünk a Motorcycle Clubhoz. Ja. Más mert is kell mennem a Motorcycle Clubhoz amúgy? Azért, mert hát akkor már ne csak így próbálgassuk a izét, hanem csináljunk küldetéseket, nem a jetpackkel. Hát jó, de hogy tudunk csinálni küldetéseket, hát az úgy, a tiéd? Hát beszállt az enyémbe, én megengedem. Tudod, hát így. Jó, de te hogy tudsz odajönni, akkor nem fogsz tudni odajönni. Hát én megyek kocsival. Jó, hát most de tök hát mindegy, most... a srácok lássák, hogy mi történik. Majd te is megveszed a jetpacket, majd streambe farmolunk. Srácok, hogyha szeretnétek, hogy a Máté is megvegye a jetpacket, és mind a kettőnknek legyen jetpacki a GTA 5-ben, akkor lájkoljátok be ezt a videót. 6000-en! És ha 6000 lájk meg lesz ezen a videón, akkor a Máténak is jetpackje lesz, és fogunk menni egy jetpack versenyt egymással. Juhu! Krisztus, őszinte legyek? Kicsit én is fogok örülni, hogy meg lesz a jetpack, hogy nem kell 40 percig utazni minden egyes átmenetel között. Hát teljesen. Jó napot! Meg is érkeztünk. Jó. Jaj, ne! Máté, megsemmisítem a bizonyítékot. Nem, semmisítesz meg semmit, ne gyere! Nem lesz már personál vehicle-em, az összesben van a rendőröknél. Na. Let's go! Gyorsan regisztrálom Máté, magam nincs Johnny-nak. Senki a bárodban. Lesz rá... Máté, nincs senki a bárodban. Most arra is rájöttem, mikor gazdag lettem, hogy a vendégek vannak a bárodban, akkor így több pénzt keresem. Igen, és ez mi? És ezt úgy kell, hogy oda kell mennem Mirandához. Igen. És inni kell. Oké, és a bal oldalra nyomjad a kereszt gombot, és ne a jobb oldalra. Oké, és menjünk is, és hozzunk piát. Na, nem már! Máté! De nem hívtalak még meg, te ökör! Ja, akkor hívd meg. Most már mindegy. Most hívd meg. De nem tudlak, mert küldetés közben nem lehet meghívni senkit, te nagy okos. Tök mindegy, oda megyünk, azt beülünk a vanbe, ez nem olyan küldi. Ez csak olyan, hogy el kell menni egy kocsit, ezt el kell hozni. De most akkor nem tudjuk a jetpacket kipróbálni, te ököl. Nyugi, kipróbáljuk, csak a közben lesznek vendégek a Motorcycle Clubodban. Igen, collect the supplies, na hol van? Ott van a városban. Ú, közel itt kaptam, azt megúsztad. Én van, hogy az izébe szoktam. Lenne a Los Santosba. Na Máté, elmondom ezt a küldőt, hogy kell megcsinálni úgy, hogy fognak jönni motorosok, nem biztos, de valószínű, és ki kell szállogatni abból a kocsiból, és csak le kell lőni a motorosokat mindig. Így beszállsz, kiszállsz, és lelőd a motorosokat. Beszállsz, kiszállsz, lelőd a motorosokat, és amikor már nem jönnek, akkor lehet jönni. Ja, és plusz bugos ez a küldés, néha azt csinálja ez a szállító, pia szállítós kocsi, hogy hogy így repül a hátulja, és alig lehet menni. Meg kell, hogy mondjam, csóró alja nép létedre, egész jó kocsid van. Milyen csóró alja nép? Te vagy a csóró alja nép, akinek ilyen
béna, üres üzei vannak. Miért? Béna, ilyen üres klubházai. No, beszél. Hát igen, de az ingatlan kerül igazán sokban, nem a berendezés. Az igen, akkor miért nincs berendezve te, büdös sóró? Mert még nem volt rá időm. Ilyenkor amúgy meg kell fogni a personal vehicle-t, és return personal vehicle to storage. Igen, mindig akkor... vissza kell küldeni, és akkor nem megy tönkre soha. Na, pattanj be már te. Hé! Hey. De ez nem így... úgy kell elvinni, hogy elviszed. Én szállj már be! Nem tudok beszállni, akkor mennem kell külön, Máté. Na, ne örülök. Jogi. Menj csak, Máté! No! Feldobott az űrbe! Földobta a hátuljadat? Ezt nem hiszem el. Mi ez? Máté! Lőd a motorosokat! De hogy lőjem a motorosokat, miközben repülök? Nyugi, segítek! Nyugi, segítek! Máté, állj meg, száll! Ez hülye! Ez hülye ez a játék! Krisztián, muszáj hülye, mindig minden egyes alkalommal elcseszni nekem minden. Mert az célozza be téged, miközben izék vagyunk, Motorcycle Club barátok. Máté, lőd a motorosokat! Akkor ne izél, nem tudom lőni, senkit se tudok lőni. De... akkor meg fognak ölni téged. Hát te ölt meg, nem ők! Na jó, megyek én is. Máté, nyomd a gázt! Nyomom! És mi volt ez, hogy repült a hátuljam amúgy? Az bágas a küldi. Az a jetpack amúgy nehezen robban fel. Hát amúgy elég nehezen, de hogyha így nekimész a sziklánk és így ezt csinálja, akkor, akkor azért fel tud robbanni. Szia Máté! Hello! Let's go! Téged kergetnek a rendőrök? Igen. Mert majdnem neki mentem. Igen, mert én lövöldöztem azokat a motorosokat, akik jöttek rád, és ugye én nem vagyok benne a küldibe, és a rendőrök azok csak úgy izélték, hogy én csak ilyen NPC-ket alatt. Ki lövöldöz? Te lövöldöztél? Én megöltem. Jó, na hoztam supply-t, és akkor most mi lesz? $10,000 kaptam. Na ja, és... vannak itt ilyen Johnny-k. Hello! Look here! Look here! Na, akkor most már vannak ezek, vannak emberek, és bár igen. Az, ja, vannak. Viszont Krisztián, az érdekel engem, ugyanis erről szól ez a videó, hogy az a jetpack, az hogy muzsikál, úgyhogy hozd ide nekem. Oké, és hívjál meg Motorcycle Club prospektusnak, hogy tudjak neked zéni, segítséget nyújtani. Köszönöm, mert hogy meghívtál. Let's go! Nos, na. Most pedig eljött a nagy pillanat. Most küldtem még haza az elképesztő hihetetlen hiperszuper jetpackemet, de már itt is van, mert tudtam megint hívni, úgyhogy Máté... Végre beszállhatok? Végre beszállhatsz a jetpackbe. De nagyon vigyázz, mert először csak itt próbálgass, Máté, mert nagyon nehéz amúgy irányítani. Jó, nehéz, tudom. Na. Úgyhogy szállj be nyugodtan. Srácok, végre beszállhatok a jetpackbe. Annyira vártam. Köszönjük szépen, srácok, hogy megvolt a 4000 like az előző videón. Ez az. Mehet, Máté. Let's go! Wasztoa! Wasztoa! De jó, végre! Erre vártunk, srácok! Jó van már! Évek óta! Juhu! Hey, miért nem lehet ilyen nagyon gyorsan lefele menni? Ha észrevetted, akkor nagyjából hasonlóan lehet irányítani ezt, mint egy helikoptert. Aha. Gaz? Nos. Uh-huh. Mondom, van egy másik irányítási módszer is, hogyha RB-t meg a LB-t is lenyomva tartod, akkor ilyen fixált lesz az egész. Uh-huh. És akkor így próbáld meg. Uh-huh. Először próbálj meg vele simán menni. Uh-huh. De mit pöröksz már, yeah! LB-t próbálj meg vele így menegetni. Ja, és akkor így... ja, akkor így... Ja, így oldalra így lehet menegetni, igen, így hogy elbét, az RB-t nyomom. Igen, így befixálja az egész jetpacket, és akkor ilyen... Ja, értem. Jó lehet marőverezni vele, és hogyha csak simán mész, akkor kb. Mint egy helikopter. Szóval akkor így... ja. De amúgy meg kell tanulni irányítani, mert elég nehéz. Lehet vele rakétát is lőni, egyébként. Mivel? Hát alapból ugye az A-val tudsz ellenni rakétát, de még ne lőj el, hanem ha az X-et megnyomod, akkor van, hogy homing off, meg csak simán missi lesz. Aha, missi és lesz. És akkor, hogyha simán missi lesz, akkor így benyomja az ellenfelekre, automatikusan rácéloz. Ez nem a legjobb fajta rakéta a játékban, de amúgy elég jó.
Hát ez nagyon nem megy. Igen. Ja, igen, ez nagyon meg kell tanulni, meg... Ja, hát nem is a legjobb rakéta, de mindegy, azért. Azért elmegy. Francba! Majd, hogyha lesznek ellenfele. Hát ez nagyon epic. És ez befagy ki üzemanyag, meg ilyesmi? Nem, üzemanyag az nem. Azt mondom, a rakéta kifagy, de... Én nem azt vettem észre. Azt mondták, hogy kifagy, de... Nekem még sose fagyott ki. Viszont tönkre tenni ugye lehet, és akkor tönkre megy, azt vissza kell szedni a Mars Mutual Insurance-tól. Máté ott a fönn azon a izé facility-n szálljál le. És akkor megnézünk egy nagyon jó feature-t, ami elég jó, amit láthattál már tőlem ebben a részben. Szállj már le! Nem szállok le! Szállj már, te para! Nem szállok le. Nem szállok le. Túl jó. Hey. Mi van, hogyha most elviszem? Elromlott. Elviszem! Juhú! Ne! Elviszem! Őrült. Ha most így kinyomod, akkor mi történik? Inkább nem próbálom. Próbáld ki. Várja. Nem lehet visszaküldeni. Nem lehet visszaküldeni? Akkor el tudom lopni. Ja. Ja, empty personal vehicle. Miért füstöl? Make all play... Füstöl? Aha. Akkor szállj le. Ajaj! Szállj le! Ajaj! Szállj le! Tönkre tetted! Most el kell hoznunk a izéből a Mars Mutual Insurance-től. De miért? Mit csináltam? Nem tudom, hogy miért ment tönkre. Nem ment a tönkre, nézd meg. De. Nézd meg, nem ment. De destroy. Nem ment a tönkre. Le kell érte mennünk. Nem ment a tönkre, nézd meg. Nem, tudod mi a baj? Nézd meg, nem ment ez tönkre. Százas szintnél lehet 100%-os ármort rátenni, és nekem még de lehetne, hogy nem ezzel a fossal megyünk, akkor már ilyen gazdag vagy? Hanem valami gyorsan. Jó, akkor megyek gyorsan, várjál. Hívd azt a kacsit! Na, a körmedet rágd, hanem hívd a kacsit! És már megint a körmét rágja. Várjál, tudom már mit hívok. Na, pattanj be, Máté. Aj, Tomász! Nyugi, most nincs itt a Tomász, őt már kirúgtuk a francba. Ja, igen? Igen. Most te vezetsz? Igen, most én vezetek. Ja, marha jó, akkor szóval ugyanolyan lassan megyünk, mint azzal a fos platóssal. Dehogy is, ez sokkal gyorsabb. A Marty McFly. Ez sokkal gyorsabb. Na, be kell mennem a izér, várja. Fölhívtam már? Igen, fölhívtam a Marsot. Na, Máté, valami küldetést kéne csinálni a jetpackkel. Ja, meg még előtte ki akarok valamit próbálni, egy epic durva dolgot. Van az a fölszállós boost rajta, amit láthatnál elején. Ez állítólag így hátra löki a izéket. Már egyszer én is. Mondták, hogy hátra löki, meg már egyszer nekem is sikerült. Vagyis véletlenül. Pont így bennálltam a út közepén, és így odajött a hátam mögé egy kocsi, és pont így felszálltam, és kilőtte hátra a kocsit. Így elrepült a világ. Igen. Úgyhogy ezt kipróbáltunk úgy is, hogy mondjuk te állsz a hátam mögött, meg mondjuk mi egy autó. Az? Valaki belénk. Ja, letört a vizénk. A szél, vagyis ugye a első lökhárítónk. Na jó, majd ez a ügynökséges kocsi, nem? Ja, egész jó. Egy gond van vele, hogy nem a Tomász vezeti. Ja, Máté? Hé, bug! A szemed előtt, a szemüveged mögött nem látszik az ablak. Ez komoly. Igen, így átlátszik és az ablak. És nem megyünk be a kaszinóba, Máté? Kaszinó, minek? Ja, hát megpróbálni egy kicsit szerencsénket, ha? Hát próbáljuk. Útközben beugrunk egy kicsit kaszinózni. Hát nyerek egy pár million dollars-t, érted? Na jó van, Máté, kérd ki a napi üzédet, kérd ki a napi cash-edet. 100 zsetonom van. Ott van a cash, itt van a cashier-nél, ki lehet kérni napi látogatási bónusz. Vagy? Hello. Acquire chips. Visitor bónusz. 1000. Wow. Let's go, van 1000 százom. Gyerünk, ez az. Ez az, maximum fogadás. És mehet. Hiya. Ez az, nyerni fogok, tudom! Ne lök már el, te nyomarék! Hát nem hiszem el! Ezt nem hiszem el. És nem láttam a Kriszt, hogy vin el. Na nézzük meg, Kriszt, hogy... Gyerünk, a három szivar kell, a 100 000 zseton! Gyerünk, három szivar! Francba, ezt nem hiszem el. Aj, elfogyott pénzem. Ilyenkor a semmi? Elfogyott pénzem, tudsz kölcsön adni? Nem. Na, én is beülök. Hallod, haver, tudsz kölcsön adni? Hallod, adj már. Nem már! Adj már kölcsön, hallom. Ne keresd el a pénzedet, Krisztián, ez butaság. Kaptam 5000-et még pluszba! Let's go! Na, Máté! Akkor hátam ennyire a három szivart, a 100 000 zseton! Gyerünk, pörges! 98,7%-on van győzni. Na. Nem, hanem annyian mennek vissza. Bet van és 100 chips. Bet van. Maxot kell betelni, Máté, akkor lehet az igazán nagyot. Nem, nyugi. Akkor lehet az igazán nagyot behúzni. Bet van! Gyerünk! Szivar! Szilva! Kés, Szilva, vagy mi az, megy.
400-at nyertem! Let's go! Semmi. Let's go! A késnek csak benne kell lennie. Annak nem kell középen lennie. Szóval. Itt nem lehet nyerni! Ez egy undorító senkiházi játék! Máté, lehet nyerni. Máté, már nyomtál eleget. Ha még egyszer ennyit még lepörgetsz, akkor már szinte 100%-ot nyersz, mert akkor már nagyon nagy esélyed van. Gondolj bele, eddig nem nyertél, még egyszer ennyi pörgetésnél már dupla annyi esélyed van nyerni. Azt a Máté, itt 500 000-et lehet nyerni a Egyiptominál! Igen! Azt a... Na megyek oda! Hú, na nézzük! 500 000! Ó, viszont itt 500 a bet. Jó. Na pörgessünk. Ó, 1000! Let's go! Te is ott pörgetsz? Igen, ez ilyen, mert nekem elfogyott az összes pénzem, de ez csak 25 a pörgetés. 1000 chips, let's go! Let's go! Aj, persze, ő nyer! Aj, akkor még nekem is pörgetnem kell, hogy visszahozzam én is. 1000 megint! Let's go! Itt milyen király lehet nyerni egy csomót. Hát itt nem nyertem semmit. Francba, ez nem zel. Gyerünk már! Túlságosan is beleszippant a játék! Francba, sose nyerek! Csalás! Jó, következő vinemnél kiszállok. Máté, nem szállhatsz ki most! Hát pont most fogsz nyerni! Már csak 4 próbálkozásom van. Pont most fogsz nyerni, hát már annyit pörgettél, most már biztosan nyersz. Elvesztem az összeset! Ez az, nyertem. Jó, kiszállok. Jó, 2000-en van. Máté! Ha most már következő, hogy tudni nyersz. Nem nyerek! Nem szabad ilyet csinálni. Gyere, Máté! Hogy kell kivenni a pénzemet? De vedd ki, te őrült. Gyere! Mert? Hát mert ne vedd ki. Mert az a chips, akkor nem tudsz játszani. De gyere, Máté! Itt van a napi pörgetés. Itt, nézd meg, gyere ide velem, nézd. Látod azt az elképesztő hihetetlen autót itt? Aha. Na ezt. Akár megint is nyerheted. Ekkora fos autó most ezen a héten, ezt nem hiszem. Egy nap egyszer pörgethetsz, igen. Na. Let's go, Máté, let's go! És ott is van! Ott is van! Ott is van! Ne, clothingot, RP! 10 000 RP. Nem rossz. Soldier! Hát kiképződtél. Na, most nézzük már, én mit pörgetek? Szerinted én mit pörgetek? Hogy kell ilyen emótokat, és szoktak nyomni emótokat. Szerintem mit pörget? Szerintem semmit. Gyerünk, Máté! Gyerünk, Krisz! Menni fog! Gyerünk! Sikerülni fog, hidd el! Megnyered a vehicle-t! Oké, és megnyerem, megyek és megnyerem. Na, nyerd meg! Add már be, te nyom... Jó, na! Mert a pörgi! Let's go! Mert pörgetés! Let's go! Let's go! Gyerünk! És clothing, ezt nem hiszem el, mi ez? Ez az! Yahoo! Let's go! És ez mi volt? Juhu! Ez az! Krisztián, megfeledkeztünk a küldetésünkről! Az pontosan, hogy repüljünk a jetpackkel. Gyere, menjünk ebből az undormány helyről! Na, végre kimehetek innen, a kaszinóból. Nullával jöttem be, és 2000-rel távoztam, úgyhogy egész menő vagyok, nem azért mondom. Na, hívjál valami szervízt! Most már azért, ha már ilyen milliómas vagyok, akkor nehogy már itten ezért gyalogolnunk kelljen, vonatoznunk. Oké, és persze, Máté. Szegény Tomasz, amúgy visszavetted? Dehogy vettem, megy az ébe. De miért? Mi az? Hát hogy meri? Szegény Tomasz. Hogy meri az itt a uraságokat itt izéni veszélybe sodor? Várj! Ez megőrült. A Merry Weather beszél hozzám. Lehet helikoptert rendelni tőlük. Ez komoly. Aha. Miért kell mindenkit megölni, akit belemész? Mert minek jön belé? Mit meri? Én egy nagy gazdag ember vagyok, az meg csak egy senkihez, kis paraszt. Azon gondolkoztam, hogy például hozhatnálak a pénzhamisítódba supplies-t, ilyesmit. Vagy a bunkeredbe supplies-t hozhatnánk, tudod? És akkor elmész, és azzal. Nem hiszem, hogy sikerülhet. Na pattanj, Máté. Hé! Hey, de miért van itt? Hát, mert itt van a biztosító. Ja, igen. Ja. Na azon gondolkoztam már, hogy kipróbálhatnánk a izét. Hogy... Na várj. Azon gondolkoztam... Máté, de megint összetöröd, azt megint ide jöhettő, azottuk vissza, te marom. Na, Máté.
Azon gondolkozom, hogy próbáljuk ki, hogy mennyivel gyorsabb ez szól. Én fogom, megyek ezzel a kocsival. Hogy kell kilőni magad? Úgy, hogy lesz. Ezért kell megnyomnom, hogy a left sticket. Hát annyira nem lőtt hátra. Ja, de szerintem nehéz kocsi. De szerintem inkább te próbáld ki, mert én semmit nem láttam belőle. Áú! Elütöttek! Na, ellökte? Aha, hát annyira nem, de amúgy egész így. Na, akkor jó, akkor próbáljuk meg azt, hogy te állsz mondjuk oda meg én, és téged. Ezt-e! Let's go! De nem estem el, csak így elizéltem, és nekimentem az autónak. Úgyhogy próbáljuk ki egy olyan területen, ahol így már ide járnára gyere. Let's go! Ide ellöködtem! Máté, most azt teszteljük le, hogy mennyivel gyorsabb az a jetpack. Szóval mondjuk mibe akarsz hozni inkább, a pénzhamisítóba vagy a izébe? A bunkerbe szuplálj. A pénzhamisítóba már az könnyű. Jó, de ne, te menj a jetpackkel, te okoska. Ja. És jó, akkor a pénzhamisítóba. Oké, és akkor a pénzhamisítóhoz menjünk, tedd oda a útvonalat, és egyszerre menjünk, és akkor én is indulok, és te is, és mennyivel hamarabb érsz oda. Jó. Szóval nézzük meg, hogy megéri-e mondjuk ilyen szállításra azt megvenni, hogy gyorsabb vagy, ha mondjuk küldiket kell csinálni. Mert ez mondjuk egy egész gyors kocsi, ez az ügynökséges kocsi, és akkor megnézzük, hogy mennyivel hamarabb érsz oda, vagy ha hamarabb érsz egyáltalán oda, valószínűleg. Hát nyilván. Vasta, hogy süvitek! Hát úgy megyek, mint egy helikopáter. Sőt, szerintem, mint egy repülő. Igen, még sajnos nem tudom a 100%-os páncélt rárakni, szerintem azért megy ilyen könnyen tönkre. Még nagyobb szintűnek kell lennem. Az nem lesz nehéz. Ilyen király társal, mint én. Ebben a papucsban, meg abban a zokniban nagyon jó repülni. Csak hogy süvitek el a szelek mellett. Mert hogyha előre nyomod és lefele, akkor olyan nagyon gyorsan le tud zuhanni. Tudom, azt csinálom. Jó, én itt vagyok. Még nem szálltam le. Ebből ki lehet ugrani? Lehet. Még nem próbáltad? Ne is próbáld. Ja, ki lehet talán, de lezuhan és tönkre megy, úgyhogy ne. Aha. Jó. Ez itt marad? Aha. Hát Máté, elég lassú voltam, mert már én is mindjárt ott vagyok. Hát még nem vagyok olyan profi jetpack vezető. Ja, igen, mert amúgy sokkal gyorsabban le lehet szállni, én már nagyon gyorsan le tudok szállni. A Davis Quarry-ba kell menni. Máté, ez egy tökéletes küldetés. Máté, adok egy tippet. Stabilizáld a jetpacket elég távol, és nyom be, hogy autócélzáson legyen a rakéta. De az melyik? Az a missziles, és nem a homing. Igen, off. De semmi nem történt, már leveldeztem itt mindenkit, és ugyanúgy. Mert hogyha nem csak a ellenfeleket célozza be, az a nem a ellenfeleid, akkor nem célozod őket. És távol állj meg, és lassan közelíts, és egyszer csak elkezd őket becélozgatni, és akkor lőd őket. Máté, a RBLB-vel tudod stabilizálni. Nyugi. Ja, ez ilyen automata. Ez ilyen automata gyilkológé. Oké. Elintéztem már pár rossz fiót. Let's go! Máté, most itt eszembe, itt kocsikban vannak a szuplájok, nagyon vigyázz! Már csak egy páran vannak, azt úgy látom, már csak egy ember van, azt Máté, kilövöm. Oké. Okay. Egyetlen egy ember maradt, azt rohadt! Elintézett mindenkit a diát. Let's go! Na Máté, pattanj le! Oké. Okay. Nyugi, vigyázok. Azt rohadt! Emlékszel ezeket, milyen nehéz szokott lenni elintézni? Aha. Hát azért annyira nem, de hát azért sokkal könnyebb volt azért. Na, oké, okay, és pattanjunk is be, és vigyük őket haza. Jó. Akkor van a prazer, az, a benga. Jó, hát hogyha nem kerülgetné meg ezt a villamos baromságot, akkor én is hamarabb hazaérnék. Jó, persze, és itt van egy ilyen random kő, és itt belemegyek. Vigyázz, mert minél többet lőnek, annál megy le a supply. Ja, ezt nem hiszem el. Hát de nem lő a fegyverem. Ezt a bagos, mocskos játékot, nem igaz már. És ki kell szállnom meg, ne? És tönkre ment az egész. Ja, most meg lősz! Van amúgy egy ilyen rakétakocsi, azt meg lehet venni, és azzal ugyanígy hátra lehet lökni dolgokat, csak az sokkal jobban hátra löki. Igen. Aha, úgyhogy majd lehet azt is megveszem később. Mert ez elég fun kocsi, és akkor azt is majd próbálgatjuk.
egy későbbi videóban. Let's go! Jó! Na, én meg is érkeztem. Leszálltottam a supply-okat. Let's go! Azt a szikra show! Let's go! Szikra show! Na, Máté. Óvatosan, óvatosan, zé. Az egy kicsit óvatosan, az egy kicsit óvatosan. Az egy kicsit óvatosan. Kicsit óvatosan, zé. Hé, mi volt ez? Futottak itt valakik és eltűntek. Kicsit. Na, Krisztián, mennyire értékeled ezt a jetpacket? Én ezt a jetpacket nem másra értékelem, mint 10. Te mennyire értékeled a jetpacket? Én 2-re. 2-re? Pedig ez tök jó. Na, azért már a tiéd. Ha az enyém lenne, akkor 10 lenne. De azért már a tiéd, azért csak 2. Hát szerintem az elég jó. Amúgy lehet, hogy van egy jobb repülővihíkkal a játékban, mint ez jetpack. Jó van, és akkor mi van, hülye baromságok, ilyen repülőmotor. Ára jó. Nem tudom, hát igen, az Oppressor MK2 mindenki azt veszi, de én nem akarom azt venni, amit mindenki más vesz. Én az elképesztő jetpacket akarom venni, mert az sokkal funabb, mint a Bane Oppressor MK2. Let's go! Jó, datyán, 800 milliárd kilométer jó, repülés. Jó, csak jönnek a hülye rendőrök, és le akarom őket rázni, és azért kell felrepülnöm. És milliómos vagy, és nem tudod a Lestert felhívni. Ja, tényleg. Meg kell még szoknom, hogy felhívjam a Lestert. Srácok, ha szeretnétek, hogy én is megvegyem a jetpacket, és menjünk egy jetpack versenyt Krisztiánnal, akkor lájkoljátok 6000-en ezt a videót, és akkor meg fog történni. Ja. Ha szeretnétek, hogy a Máté is megvegye a jetpacket, és ilyen elképesztő dolgokat tudjon csinálni, akkor lájkoljátok 6000-en ezt a videót. Let's go! Wow! Na köszönjük szépen srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha ez a videó tetszett nektek, akkor biztos, hogy ezek is tetszeni fognak. Úgyhogy nézzétek meg ezeket is, és találkozunk a legközelebbi videóban. Let's go! Bye-bye!